Csankúr Zoltán, Szilvia Szidné, Söptei Andrea. Vér a felkelő napon. További magyar hangok. Harsányi Gábor, Csuha Lajos, Versényi László, Verdes Tamás, Kőszegi Ákos, Benkő Péter, Úri István, Rég Ferenc. Forgatókönyv Lester Cole. Fényképezte Theodor Spárkul, zene Rózsa Miklós. Magyar szöveg Lang Rover, szerkesztő Győri Emőke, hangmérnök és vágó Traub Gyula, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Jankovics Krisztina. A szinkront a Magyar Televízió Részvénytársaság megbízásából a Vox State Kft. Készítette. Producer Füredi Vilmos. Rendezte Frank Lloyd. Míg a világ a Mein Kampf németországi térhódítására figyelt, néhányan tisztában voltak egy távol-keleti Hitler létezésével is, akit Gicsi Tanaka bárónak hívtak. Világuralmi tervének sikere azon múlott, mennyire tudják titokban tartani. Ez a történet e terv leleplezéséről szól, amely egy Tokióban dolgozó amerikai újságíró érdeme. Tanaka az Egyesült Államok megtámadását tervezi. Kína a hódítóterv leendő első áldozata megszerezte a Tanaka terv dokumentumait. De uraim, semmit sem tudok erről a cikkről. Nem voltam a városban. Hadd olvassak fel valamit az ön újságjából. Ahhoz, hogy Japán elfoglalhassa Kínát, előbb az USA-t kell lerohannia. Ahogy a múltban, ismét kilátásban van Japánnal egy háború. Uraim, önök is tudják, hogy a Kronik már 25 éve támogatja a kormányt. A mindenkori kormány. Késő a magyarázat. A támadás Tanaka báró és a japán nép ellen nagy felháborodást keltett. Bizonyára ön tudja, hogy hogyan hozza helyre. Ha a helyettesemnek bármi köze van ehhez, kirúgom! Nick! Nick Andon! Kerítsék elő Nick Andon! Nincs bent. Nagyon fontos. Meghagyta, hogy ne zavarjuk. Nem érdekel, hogy mit hagyott meg. Kerítsék elő azonnal! Hívja fel Kincsang. Már is, Mr. Frey, de nem fog neki örülni. Akkor is hívja fel.
Üdvözletem, Osma! Mi a gondja? Nikkén... Meg kell beszélnünk valamit, ha ráérne. Hogyne? Hivatalos ügy, nagyon komoly. Remek. Jöjjenek be, megbeszéljük. Nikkén, nagyon kérlek. Jól van. Ide adná azt a törülközőt. Hazugság az egész. Minden szó igaztalan. Na, álljon meg a menet. A rendőrség tudni akarja az informátorának a nevét. Persze, ez természetes. Joga van tudni. Az informátor az amerikai sajtó. A cikk a New Yorki újságokban jelent meg. Én ezt nem hiszem el. Jól van, akkor kérdezze meg a nagykövetüket. Szégyen és gyalázat. Hogyan tehet olyat az amerikai sajtó, hogy az embereket az amerikai-japán barátság ellen uszítja? Egyetértek. Ha valamit utálok, az az, hogy bárkit a japán barátság ellen uszítsanak. Ó, köszönöm. Köszönöm. Ne tedd ezt velem, Nick. Még agyvérzést kapok. Állítsd ezt az ügyet. Mikor 2 évvel ezelőtt idejöttem, ez egy ócska szennylap volt. Én felfuttattam. Tudom, Nick, de hát... Az eladott példányszám 500%-kal nőtt. Annyit keresel, mint soha életedben. Azért te sem paraszkodhatsz, csak téged nem érdekel a pénz. Fejezzük. Nézd, Nick, elismerem, amit a krónikért tettél, de az ilyen dolgok mégsem... Az újságok ezért vannak, ezért vásárolják. Egyáltalán nem a japán propagandáért. Mi van, ha az egész csak plecska? Hogyan? Az amerikai üzletemberek pontosan tudják, mi a plecska. Tudom, Nick, de egy csomó japán is tud angolul. Igen, azok úgyis plecskának hiszik. Hallani sem akarnak róla. Szóval... Jobban bele kell ásnom magam. Beleásni? Ki kell szállni? Te írod meg a választ. Azt írjam le, hogy ez az egész sztori nem igaz. Nick, biztos, hogy megjelenik az amerikai lapokban? A japánok egyből leadják a drótot. New York ezt már tegnap olvasta. Tegnap? Akkor te hogy olvastad? Olvasni? Én írtam. Nick az ég szerelmére! Szevasz! Az élet sűrűjéből? Semmi sem történhet, hogy ő ott ne volna. Nincs még korán ehhez? Á, nem, csak annak látszik. A rendőrség begyűjtötte a kronik példányokat a standokról. De remélem a tiétek megvan. Csak szóljatok, ha még kell. Kösz, de még szeretnék Tokióban maradni. Inkább szerez új hitelezőt. Látta valaki Ollit? Nem, még nem. Ha Olli Miller még nincs itt, biztos megbetegedett. Viszlát később. Persze. Remélem, jól utaztál. Szevasz, Nick. Joe Cassel, most érkezett Shanghaiból. Üdv. Üljetek le. Isztok valami? Viszkit szódával. Én is. Parancsolnak, uram. 3 viszki szódával. Igen. Joe Cassel. Bűnügyi tudósító New Yorkban, majd Oroszország, Peking, azután az amerikai sajtószövetség. Aztán nyomát vesztettem. Ezt nevezem hírnév. Nem, csak jó a memóriája. Állást keresel? Hazafelé tartok. Hallottam, hogy reggel az egyik cikkeddel a lap tulajdonost jól felhúztad. Na, nem nagy ügy. Hol szedted össze? Kicsit itt, kicsit ott. A dolog nem egészen igaz, ugye tudod? Én nem, és te? Valamennyire. Kínai testvéreink sírnak egy erőskezű vezető után. Miért? Hogy helyreállítsa a rendet. Gondolják, hogy ehhez elég egy rendelet is. Ennyit sikerült megtudnom 4 év alatt. Én már 6 éve vagyok itt. Nekem elég volt 4 is, nem számítva a kínai emberek nagyszerű társaságát. Értem. A kínaiak a legjobb barátaink, igaz? remek! Üdv, barátaim! Hogy vagytok? Hey, láttátok Nick cikkét a reggeli labban? Az egy aranybánya, igaz? Gyertek, meghívlak benneteket egy italra. Te fizetsz! Amennyit csak akartok. Egy duplát? Akkor dupla konyakot. Te mit hiszol? Ugyanaz szódával. Tudja mit? Nekem is.
Kína egész eddig a századig... Elnézést, megjött Mr. Miller. Ah, igen, uraim, én kilépem. Már megint? Láttatok már ilyet, fiúk? Az apró marad. Két jegy haza az első hajóval. Éjszaka indulunk. Sinem vagyok. Hol szerezted a kölcsön? Nincs válasz. Ez titok. Egy dollárosok, ötösök, tízesek, százasok. Akkor megadhatnád a 30 dolcsimat. Természetesen szívesen. És itt a tízesed, amit kölcsön adtál, köszönettel visszaadom. Elnézést, remélem még találkozunk. Beszélnem kell Olival. Viszlátni. Én mondom, elég ebből a személy. Domból virágzó cseresznyefák, és sehol a cseresznye. A közönség zabálná, ha írnék egy könyvet, és miért is ne írnék egy könyvet erről a szemétdombról, nem? Hey, Nick, fiú, apuci megadja a tartozását, 220, és egy rakás köszönet. Örülök, hogy fizetett. Részvényes lettél a sánkhái ezüstben? Fizettem nekik egy italt. Hol szerezted a pénzt? Hát, már nem emlékszem. Térj már észre, mi a helyzet? Mintha szkeptikus hangszint éreznék a kérdésedben. De nagy vonalú leszek veled, mint régi barátommal és volt munkaadommal. Megbocsátom a féltékenységedet, amit a szerencsém miatt érzel. Volt munkaadód? Elmegyek. Ma éjjel, a nejemmel együtt sinem vagyunk. Hol szerezted a pénzt? Nék, fogadd meg a tanácsom. Tűnj el te is innen, mert melegebb lesz itt, mint a Fujiyama a belsejében. Vérszagot éreztem reggel. Komolyan mondom, hogy tűnj el innen. Ezek szerint beijedtél? Hogy én? Oli Miller! Tudod mit? Éjjel a hajón. Megiszom egy egész üveg peskőt a te egészségedre. Te vagy a legjobb barátom, te kutya. Viszontlátásra, barátaim! Viszontlátásra! Mira, wa kumpan nakara maro te sajama. Sona deska. Üdvözlöm, asszonyom. Nick! Csodálatos, hogy megyünk haza. Remélem nem leszek tengeri beteg. Ne a személyzetem. Ó, köszönöm, elmehet. Folytasd a csomagolást. Igen, muszáj. Ó, Nick, alig hiszem el. Mi ez az egész? Jaj, Nick, olyan csodálatos, hogy sikerült. Nagyon boldog vagyok. Oli, mivel magyarázta? Ó, mindig kitalál valamit. Most éppen felmondott. Mondott valamit? Ó, persze. Beszélt valami könyvszerződésről. Ennek a honoráriumára kapott előleget, egy csomó pénzt. Remek, remek. Nick, nem érdekel, hogy hol szerezte. Felőlem lophatta is egy bankból. A lényeg, hogy hazamegyünk. Ez a hely megöli őt. És engem is. Jól van, jól van. Végül is ez a ti magánügyetek. De nem akarom, hogy bármi zűrbe keveredjetek, ha ez szabálytalan. Bárki más mondhatná, nem csodálkoznék, de te... Épp ez az. Én aggódom, ő nem. Ki jössz a hajóhoz este? Persze. Pesgővel és néhány pohárral. Jó, majd felavatjuk a hajót. Ha még nem avatták fel. Igen. Este találkozunk. Még valamit el akartam mondani neked... Te vagy az egyetlen, aki hiányzik majd. Bárcsak te is velünk jönnél. Akkor viszlát este.
estét, Condon-san! Ön is utazik Amerikába? Nem szabadul meg tőlem. A barátaim utaznak, őket búcsúztatom. Mi a neve? Az enyém. Kérdezze meg őt, egész nap azt ismételgeti. Ellenőrzésen vagyunk itt, válaszoljon a kérdésre. Rendben, válaszolok. Végtelenül rühellem, ha a rendőrség zaklat. Most pedig látni akarom Mr. és Mrs. Millert. 23-as kabin. Van ellenvetés? Hogyne, Mr. és Mrs. Miller. Még nem érkezett meg. Megvárom őket. Sajnálom, tilos felmenni. Elnézést, Ike Stern vagyok. Hey! Elnézést. Megy a rendőrség. Most már tudja, ahogy mondtam, azok a barátok nem érkeztek meg. Halló, a Tokyo Chronicle-t kérem. Charlie Sprayt, igen. Kronik! Charlie, baj van. Nagy baj van. Most nem tudom elmondani, majd leadom. Tudd meg, hogy hol van most a nagykövet. Most azonnal hív fel. Rendben. Miller el tudott érni? Oli? Keresett téged. Hol van most? Azt mondta, megvár a házadnál. Ó, remek. Oda megyek, kapcsold oda a hívást. Igen? Fürdőszobába dugtam el a pénzt.
fordítsd valami jó ügyre. Tessék, tedd el ezt a pénzt. Volt egy kitűnő tervem. Nagyon jó terv. Hol van Edith? Hogyha jól van. Mondd meg. Sajnálom, hogy lekésted a hajót. Mondd meg neki. Oli. Akarnak. Sajnálom, hogy zavarok. Én is. Egy bűnöző megszökött a rendőrség elől. Lehet, hogy itt rejtőzik. Sajnálom, kutatnunk kell. Mi majd megvédjük. Itt nincs senki, és nincs szükségem védelemre. Ki innen? Ó, balesete volt? Egy bűnöző. Úgy érti, áldozat. Át kell kutatnunk a házat. Kérem, fogjanak hozzá. Igen, lássanak hozzá. Persze, hogy nem találnak semmit. Trünjenek el innen. Uram, egy gyors jegyzőkönyvre velünk jönne? Persze, persze. Éppen ezt akartam tenni. Csak előtte telefonálok az irodámba. A telefon nincs megengedve. Nézze, Osma, kezd nagyon elegem lenni. Maga átverte az egyik barátomat. Nem hagyom, hogy maga nyerjen. Jöjjön, kérem. Na jó. Jó reggelt, Kandon szám! Nem várta, hogy velem találkozik a barátja helye. Ha megengedi. Halló? Halló, a Tokyo Kronikot kérem. Felel egy gyilkosságért. Halló? Christine Sprayt kérem. Tudja, a kormányom nem fog örülni, ha megtudja, hogy vád nélkül rács mögé dugtak. A japán kormány nem tenne ilyet amerikaiakkal, Kandon szám. Íme a vád. Egy ünnepségen, amit otthonában tartott, zavarta a szomszédait, figyelmen kívül hagyta azok kérését. Figyelmeztették, hogy rendőrt hívnak, de maga ezt is figyelmen kívül hagyta. A rendőrség
Este 10 óra 30 perckor érkezett. És Mr. Condont két lányjal találta. Kettő Condon szám. Mr. Condon erősen alkohol befolyása alatt állt. Követelte a rendőrök távozását, akik a két lányt kérték távozásra. Megpróbálta kidobni a rendőröket. Mr. Condonon urrá lett az ital. A rendőrség saját érdekében éjszakára fogdába zárta. Hello, hello, hello! Kapcsolja kérem a Tokyo Chronicle-t. Mivel mi igen nagyra becsüljük önt, valamint a presztízsét, reméljük nem haragszik a rendőrségre. Most távozhat. Kösz. Hé, hey, Charlie! Jaj, Nick, kérlek, menj haza és aludj egyet. Kerestünk egész este. A nagykövethez is elmentem. Nem tudom, hogy magyarázod ki magad. A japán lapok veled vannak tele. Azzal ne törődj, Charlie. Örülök, hogy megtaláltad a nagykövetet. Mondd meg neki, hogy amint lehet, meglátogatom. Ülj kocsiba és gyere értem. Igen, és hozz egy kamerát. Üdvözlöm, Osma. Ismeri Condon-szánt, a Tokyo Chronicle munkatársát? Már többször találkoztunk. Megtiszteltetés. Nem kölcsönös. Maga tegnap megölt két amerikait. Az egyiket a Natagu hajón, a másikat a lakásomon. Komoly vád, Condon-szán. Van bizonyítéka? Condon-szán és a Saké harcolt tegnap este. A Saké győzött. Feltételezem, nem volt az öbölben, és a házamban sem. Tegnap este cseresznyevirágot gyűjtöttünk holdfénynél. Nagyon csodálatos tevékenység. Jobban teszi, ha elfelejti a rossz álmokat, menjen haza a jó álmokhoz. Minden jót, Condon-szám. Ha viccelni akarnék, azt mondanám, remélem sokáig nem látom itt. Úgy hallottam, ön nagyon jó judós. Egyszer talán megmérkőzhetne velem. Örömmel, de remélem, hogy akkor szemtől szembe. Elrakatod a kamerát. Mindent helyreállítottak, az üvegajtó ki volt törve. És volt itt a pohárban. Ezt is elmosták. Ott van a másik. Mi van a hálószobában? Még a vérnyomokat is eltüntették. Alaposak voltak. Mi ez, Nick? Kopogtak. Megnézem, ki az. Jó, nézd. Mr. Condon keresem. Jöjjön be. Köszönöm. Üdvözlöm, Mr. Condon. Igen. Hájási. Köszönöm. Kedves Condon-szám, engedd meg, hogy meghívjalak a miniszterelnök báró Tanaka nevében. Nos, pár órát még nem érek rá. Mondja meg, hogy délután meglátogatom. Kérem, nem az irodában. Most várja ön. Az otthonában. Megtisztel. Csak néhány percet kérek. Elmehet. Nem tart velünk, Miss Healy? Most nem, Tacsagi herceg. Ha nem bánja. Attól tartok, boldogtalan napoknak nézünk elé. Sajnálatos módon kénytelenek voltunk belekeveredni ebbe a vacak kis afférba. Todzsó tábornokról van szó. Mióta leplezi Tanaka báró Todzsó tábornok tevékenységét?
Nem titkolom, Tajagi herceg. Egyetértek. A jövőben rendkívül nagy szomorúságra adna okot, ha nőket fognának el és meggyilkolnának. Ez többet nem fordul elő, drágám. Megígérem neked. Nagyon érdekes asszony. Igen. Van véleménye. Igen. Az anyja úgy tudom... Kínai. Báró, megbeszéltem a munkatársaimmal az uralkodóhoz benyújtandó határozatokat, melyek kijelölnék az utat a nemzet előtt. Felség, a határozatokat már beterjesztettük az uralkodóhoz. Az ön befolyása jó ellenőrzés jelent a katonaság fele. De én már vén vagyok, nem tudom átugrani az akadályokat. Elnézést. Ön a kormányom legnagyra becsültebb tagja. Felség. Megbecsülés. Csak liberális fecsegés. Semmit sem érek, a szamurályok mögött állok megbilincselt kézzel. A katonai erő nélkül elvesznénk. Ez a nézetem. Az ilyen nézetek döntik katasztrófába a nemzetet. Mi másképpen látjuk a problémát. Ez igaz. Én hitemért tisztességesen halnék meg. Ön Tanaka csak vágyai megvalósításáért halna meg. Nagy öröm önt újra látni, Mr. Campbell. Tojo tábornok a birodalmi hadsereg feje. És ismerje meg Kajoka őrnagyot a titkos rendőrségtől. Ez az úr, Mr. Campbell. Foglaljanak helyet, kérem. Köszönöm, hogy eljött az otthonomba. Itt kellemesebb, mint az irodámban. Itt nem háborgatnak minket az újságok. Az ön tegnapi vezércikke, Mr. Condon, meglehetősen kellemetlen. Nem tetszett mindenkinek. Hogyne. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem állt módjában a történetnek ténylegesen a mélyére nézni. Ide figyeljen, Mr. Condon. Tudjuk, hogy egyes liberális föld alatti irányzatok az incidenst keresik országunkkal és kormányunkkal. Az ilyen rosszindulatú pletykák ellenséges propagandának tekintendők. Ahogy én látom, Mr. Condon, a cikk abszolút nem fontos. Ezek a pletykák az én világhódító terveimről nevetségesek. De ha ezeket nem megfelelő emberek komolyan veszik, Japánt futótűzként pusztítani kezdenék, és a hadviselés nagyon sokba kerülne. Ó, értem. Azt mondja, a Kroniknak kellene tűzoltási kampányba fognia. Igaz? Nem, Mr. Condon. Sikerült felderítenünk, hogy titkos dokumentumokat csempésztek Japánba. Oliver Miller, akinek ön a munkaadója volt, ezáltal érintve van. Visszaszerezhetnénk tőle a dokumentumokat. Erőszakkal is. De jobban szeretnénk, ha ön rábeszélné, hogy hozza vissza. Ön a titkos rendőrség őrnagya. Nem hallotta méltóságot sem, hogy a Miller házaspárt megölték? Múlt éjjel. Igen. Olvastunk az újságokban az ön éjszakai kalandocskájáról, Mr. Condon. Bódult állapotában már beszélt erről a kellemetlen fantáziálásáról. Mint hogy talán még önnél is jobban érdekelve vagyunk, hogy a Miller házaspár életben legyen... Megkérdeztük a Nagatamaru kapitányát, és ezt a választ kaptuk. Mr. és Mrs. Miller a Nagatamaru fedélzetén vannak tökéletes egészségben. Tisztelettel a kapitány. Most már ön előtt is világos? Tökéletesen. Minden részletében, Mr. Condon. Az ellenkezőjét bizonyítani kell. Hol testet kell produkálni? Hol vannak a halottak? Nos, Mr. Condon.
önt az elmélete igen sok kellemetlenségbe sodorhatja. De ha küldene Mr. Millernek egy rádiótáviratot, biztosan visszaadná nekünk a dokumentumokat. Mindenki jelentősen megkönnyebbülne, és önt megjutalmaznánk. És nem érdeklődnénk azok iránt a furcsaságok iránt, amelyek a múlt éjjel önnel megestek. Értem. Azt akarja, hogy szerezzem vissza azt az izét. Igen. És hajlandó fizetni is érte. Rendben. Kössünk üzletet. Amint informálják az Egyesült Államok nagykövetét a Miller házaspár meggyilkolásáról, amit Osman Nichikaga követett el, és nem valami kis akárki, szóval ha ez megtörténik, akkor, és csak is akkor, az az izé, amit keres, lehet, hogy megkerül. Jól van. Ülj le. Italt? Viszkit. Az Isten áldjon meg, mi az a vicc, amit a labba akarsz tenni? Elengedtek, vagy csak ott hagytad a melót? Ne szórakozz velem, mi történt Tinával? Charlie, nem mondhatom el, amíg össze nem raktam az egészet. Ott voltam Tanakánál, hosszan beszélgettünk. Nagyon hosszan. Ne kérdezz semmit. Annyit mondhatok, hogy visszaküld Washingtonba. Oké. Romlott volt a torta. Gondolom, láttad Ferde szemet ott? Igen, egész nap rajtam van. Most, hogy elmész, talán akarnak találni neked valami rendőrségi ügyet. Nem, a nagykövetség udvariasan, de hivatalosan kérte, hogy az elutazásomig ne essék bajom. Ja, igen, még egyet nekem is. Ha megittad, menj vissza az irodába. Kell a sztori, még mielőtt elutazom. Wilson elnök 10 lapja. Miért ez a nyilvánosság? Óvatosnak kell lenni. A rendőrség nem találta meg a dokumentumot. Lehet, hogy akkor próbálnak elkapni, amikor éppen felszállnék a hajóra. Jaj, Nick, most inkább az utazásoddal törődj! Kell egy egész oldalas anyag, szépen elhelyezve, reflektálással. Történtekre az első oldalon. Hé, kis öreg, tegyél egy szívességet. Igen, kérem. Tartsd a barátomon a szemed. Igen. Szervusz, Nick. Csatlakozhatunk? Úgy tűnik, minden hely foglal. Természetesen. Ő Nick Condon, Tokyo Chronicle. Ő pedig Iris Tecker, Shanghai-ból. Remélem, élvezi Tokió. Azt hiszem, fogom. Ha nem haragszol, jobban csinálom. Mellesleg nem vagyok őrült. Hogy érted azt, hogy őrült? Nincs férfi, aki hagyná, hogy ilyen hölgyet más kínáljon helyjel. Ah. És? Milyen Shanghai? Olyan, mint mindig. Lüktetés csodára vár. Tessék, ha már itt a pincér rendelhetnék. Daiquirit. Ugyanaz. Parancsoljanak. Milyen volt az út? Kissé hullámos. Nem a tengerre, a japán hajóra gondolok. Tegnap este érkezett? Igen. Este én is a Nagata Marunál voltam, a barátaimat látogattam meg. Hogy lehet az, hogy nem találkoztunk? Nézd, Kandam, híres a rossz modorod, de ez minden határon túl megy. Semmi gond, Mr. Cassel. Mr. Condon majd megmagyarázza. Telefon, Mr. Cassel. Elnézést. Well? Nagyon sajnálom, sajnálom. Egy kis zűröm volt az éjjel, és még nem vagyok egészen magamnál. Olvastam róla az újságokban. Azt a sztorit? Nem igaz. Gondoltam. Túl vicces, hogy igaz legyen. Kaphatok egy cigarettát? Be kell vallanom valamit.
Rajta. Kesszett, illetve téved. Ő egy őrült. Más miatt vagyok én. Miért? Hogy találkozzunk. Egy ilyen szépséges nő csak ezért jött volna ide? Így van. Azt mondja, hogy engem akart látni. És én ezt higgyem el. Miért? Talán csak nem baj. Ezt az arcot. Nem hiszi, hogy nekem tetszik? De. Mi? A szép hullámos haja. Jó magának. Igen. Van két fülem is. Na és az baj? Előfordul. Na, folytassa, folytassa. Mi járatban van? Rendben, Mr. Cannon. Nos, elmondom, mi járatban. Egy barát. Egy barát mondta, hogy találkozzunk. Igen? Kinek a barátja? Az öné, Shanghaiban. Egy csodálatos, gondolkodó öregember. Cheng Polen. Ő. Értem, csodás, csodás. Ő mondta, hogy keressem fel. Igen. Biztos meg akart lenni. Nem. Azt mondta, jól ismeri magát. Már régóta. Reméli, nem változott meg. Ez mit akar jelenteni? Hogy maga ismeri az ő vágyait. Szeret engem. Az ő vágyai 5 perce az enyémek is. Gyerünk, beszéljünk egy kicsit másról. Miről? Hogyan töltsük el ezt a rövid időt? Tudja, 10 nap múlva elmegyek. Ez nem olyan rossz. Gondoljunk a mára. Mára? Igen, 10 nap, ami alatt sok minden történhet. Szervusz, drága! Bemutatom neked Tojo tábornokot. Ő pedig Kajoka őrnagy. Tessék, teá? Köszönöm, nem. Van valami jelenteni való? Egy kis előrelépés. Miféle előrelépés? Mr. Kandon engem vonzónak talál. Mit gondol? Az ismerkedés jó sikerült? Kitűnően. Itt az ideje, hogy közelebbről is megismerkedjenek. Ez a kaland Tojo tábornok szerintem számos hiányosságot mutat. Talán ha előbb bizonyos részleteket kiiktatnánk, minden bizonnyal messzebbre jutnánk. Annál az embernél vannak a dokumentumok? Nem tudom biztosan. Én biztos vagyok benne, excellenciás uram. Miből gondolja? Mert Mr. Kandon jó egészségben akarja elhagyni Tokiót 1 hét múlva. Ezért védelmet kért a követségen. Addig magának el kell kapnia. Tojo tábornok, nem kell figyelmeztetni a kötelességemre. Minden reményem megvan arra, hogy sikerre járjak. Nagyszerű, úgy legyen. Excellenciás uram. Hé, Charlie, egy japán fickó éppen most sétál kifelé. Nem az, aki a múltkor a házamban járt? Hayashi? De, miért? Semmi. Csak ellenőriztem. Szia, Rick! Ismersz egy Kassel nevű fickót? Joe Kassel. Igen. Hallottam róla. Ide figyelj, kaptam róla egy jelentést. Úgy tűnik, nagyon jó újságíró. Miféle jelentést? Szóval a külügyminisztériumból 2 perce rátelefonáltak,
hogy adj neki munkát. Ne sérteges! Senki sem befolyásol a tengem. Senki sem gázol a lelkedre, mert nincs. Ültess mindjárt a helyembe. Ugyan még megfontolom, felvegyem-e. Attól függ, mit tud felmutatni. Ez remek. Volt egy lapja Kínában, ami a szegényekért emelt szót. Közben japán ellenes propagandát folytatott. Az aprót meg azzal szelegette, hogy japán párti anyagokat küldött az államokba. Hát aztán. Semmi különös. Csak éppen eljátszotta minden pénzüket a tőzsdén. Mind a 10 000 dollárt. A társa öngyilkos lett, és Kassel úgy döntött, másik országot keres. Tudod bizonyítani? Mindez nem elég. Ha akarod, tucatnyi papírt is szerzek. De ha csepp jó érzés van benne, Charlie Sprayt ülteted a helyembe. Befejeznéd a lapom irányítását? Igen, persze. Most rögtön. Ja, jól van, majd kitalálok valamit. Hé, Nick, hová mész? Ahogy a japánok mondják, ha a virág túl szép, biztosan festett. Gyerünk! Úgy tűnik, a lázadó kedve folyamatosan fejlődik. Magam fejlesztem. Nagyon nehéz munka? Nem, menjünk. Ninik itt látnak szemeim. Jó estét, Csiti! Sátóhoz megyünk vacsorázni. Jó étterem. Önnek is tetszik? Semmi sincs olyan jó, mint a titkos rendőrség. Köszönöm. Köszönöm. Tetszik az ország? Nagyon kellemes, de csak 3 napja vagyok itt. Én jól érzem magam, csak a szokásokkal nehéz megbarátkoznom. Az embereknek meg elég furcsa a modoruk. Akkor én szerencsés vagyok, hogy nem ilyen típusúak közé kerültem. Hová? Ahol kutatok. De mi? A japán nők problémáit tanulmányozom. Miért? A barátunk kérésére. Azt nem mondja, ezért akarta, hogy kapcsolatba lépjen velem. Nick, ön tudatlannak tűnik a japán nők vonatkozásában. Tudatlan lehet, de mindent elkövetek. Egyáltalán tud maga valamit a japán nőkről? Attól függ, milyen értelemben. Akadémiai vagy személyes? Úgy látom, nem vesz komolyan. De komoly leszek, Betsu. Nem tekintik őket emberi lénynek. Nem védi őket semmilyen törvény. És sajnálni kellene őket? Igen, de az önmagában cseppet sem elég. És maga segíteni akar nekik? Miért ne? Én is nő vagyok. Ennek magam is tudatában vagyok. Kínában most kezdik el tanulni, mi az a szabadság. Ha japán nők is felkelnének... Az megállítaná Tanakát, Tojót, Yamamotót, úgy gondolja? Segíthet benne. Tanaka terve, mit tud róla?
Miért nem maga mondja el? Én nem publikáltam cikket róla. Miért nem nyírom ki egyszerűen? Nem hagynám, hogy erőszakhoz folyamodjon. Várjon! Figyelje csak! Ne várj rám, Csiti! Nagyon szép. Valaki várt minket? Szolgálja ki magát. És ön? Kérek. Ó, ebben a hőségben jól fog esni. Nekem csak egy keveset. Monsieur. Puyau. Shanghai tianshomo ma? Puyau. 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 Jó ötletnek tartom. Maga tud kínaiul? Én? Néhen, jaulian. Maga reménytelenül romantikus. Igazából nem az én stílusom, de tudja, vannak bizonyos szabályok. Miféle szabályok? Á, ez amolyan játék. Első szabály. Csak olyan beszélgetésbe bocsátkoz, ami valóban érdekel. Második, ha ülsz, az állad egy kicsit emelt fel. Így. Így jó? Tökéletes. Mikor jársz Kínában? Tessék, az első szabály. Hát legyen. Kínát 2 éve hagytam ott. Skóciát 15 évvel ezelőtt. Clevelandet 10 éve. Kansas City-t 1921 nyarán. Szeretné, ha felsorolnám az összes várost, majd gyorsan eltűnnék innen? Nem szükséges, azt hiszem. Szívesen megteszem, ha nem szakítanak félbe. Félek, félbe kell szakítanom. Igen? Miért? Csak töprengek. Tudom. A következő témán töpreng. Nos hát, hadd mondjam el, mire gondolod. Azt hiszem, tudom. Én is szeretném. De félek, hogy nem tudja, mit gondoljon rólam. Talán mégis. Kívánatos nő. Annál sokkal. Legyen ez ennyi. Én félig kínai vagyok. Én meg félig ír, félig norvég. De ez nem ugyanaz. Aha. Szóval azt akarja, hogy tagadjam le az írt? Köszönöm még. Ne, ez hagyja abba, gyűlölöm a hálát, a legalantasabb érzés. Tartsa be a játékot. Első szabály megvolt. A második? Játszottam már ezt a játékot? Ha jobban megismerni ezeket az embereket, megváltozna a véleménye a kínaiakról. Azt gondolom, hogy a világon a kelet legbölcsebb népe van, legkeletebbre. Azt mondom én is. Kína. Japán Kínától keletebbre van. Magának jól fog itt menni, Kassel. Mit szólsz ehhez? Az árulás jó üzlet. Joe Cassel, a két arcú férfi mindkét arcával egyszerre mosolyogva elérte karrierje csúcsát. A kínai éhezés enyhítési kölcsön, aminek szervezésével kínai barátai Joe Cassel bízták meg, leállították. Elnézést a viszontlátásra. Mi a? Hát ez meg mi? Nézze, ez rágalom. Én megtorlom ezt. Maguk kérték tőlem, hogy megtegyem. Többé nem kell ilyesmit tennie, Mr. Cassel.
Volt már, beszélt Mártának a báróval? Ha voltam volna, nem lennék itt. Legyünk észszerűek. Azt akarta, hogy ne kapjon kölcsönt Kína. Ez megtörtént, és mi a különbség? Mindössze az, Mr. Cassel, hogy a kapzsisága miatt kormányunknak most magyarázkodnia, és egyértelműen tisztáznia kell, hogy semmi köze magához. Na és velem mi lesz? Elvesztettem Kína barátságát. Természetesen. Pontosan ez a helyzet, Mr. Cassel. Ha ön elárulta Kínát, el fogja árulni Japánt is. Így nem lehet játszani. Jó napot. Oké. Oké. Ne mondjon semmit, Kandon. Nem bádolom. Az én hibám volt. A kínaiak remek emberek, szeretem őket. De mielőtt kijött a sztorival, szólhatott volna. Ez rossz fényt vet rám. Ez nem a sóhivatal, Cassel. Én tudom, de meg akartam duplázni a pénzt. Kaptam egy jó tippet. Nem hagyhattam ki. Menjen a fenébe innen. Várjon egy kicsit. Én is nyomoztam. Nem vagyok rosszabb, mint maga. Nem engedik ki innen élve. De rám nem gyanakszanak. Értse meg, hogy nem tehet semmit. Hadd vigyem én Kínába. Átadom a megfelelő embereknek. Maga beszeli az amerikai pénzt. Mit vinne Kínába? A Tanaka tervet. Magának megvan. Tanaka ezért üldözi magát halálra. Én tudom. Igazán? És mit tud még? Furcsa. A nő, akit bemutattam, szintén Tanaka embere. Csak maga bolond és nem veszi észre. Mi van még? Maga vádol Kína elárulásával, míg maga árulja el a hazáját! Most mondjon el mindent. Rajta! Hé, jöjjön ide. Bújjon be. Maga nem utazott a Nagatamaruval. Hogy érti ezt? Tanakától ment oda. Nem. Ez hazugság. A közelembe férkőzött. Azzal, hogy szereti a kínaiakat, hogy barátja Cheng Folennek. Hogy kilesse a titkaimat, hogy börtönbe csukjanak, de elkövetett egy hibát. Azt hitte, kijátszhatja Joe Cassel-t, de nem sikerült, mert nem ismeri őt. Még a saját anyját is elárulná, nem csak magát. Beszélt? Mondhatok valamit? Igen, bármit. Ha elmondta a követségen, hogyan ölte meg Edith Millert. Nem én tettem. Dehogy is nem. És ki ölte meg a férjét? Olyan mocskos patkánnyal él, mint Tanaka. És érző asszonynak adja ki magát. Eljátsza, hogy törődik az emberekkel. Ki ölte meg őket? Mondja meg a nevüket. Szembe mer szállni Tanakával. Ő már emlékmű. Egy emlékművet le lehet rombolni. Akkor hogy kapja meg a pénzt a dokumentumért? Ez nem válasz a kérdésemre. Rendben. A maga módján válaszolok. Talán meg fogja lepni, de ezért a vacakért mindent megvehet. Akár egész Japánt is, nem csak a dokumentumot. Miért kockáztatja az életét? Olyan kínai és amerikai emberekért, akiket nem is ismer. Talán a hírnevért. Gyerünk a nagykövetségre. Biztos benne. Kockáztatja az életét a Tanaka tervvédelmében. Ha magánál van. Ne aggódjon. Nálam van. Nincs magánál. Nálam van. Esküdjön az életére. Azt nem. De ha akarja, megmutatom. Köszönöm. Hol szerezte? Ahova tette? A császár fényképe engem nem ijeszt el. Elmozdítottam. Maga hol volt? Hátul. Nem volt kedvem berekedni magával. De mikor Osma hátulról leütötte. Igen, elég keményen. Elég keményen. Szóval ez az?
Ez az. Feljegyzés az uralkodónak Tanaka miniszterelnöktől. Japán felemelkedése érdekében. Mondja, hogy létezik ez, hisz ez utópia. Nem gondolhatják komolyan. Maga naív Nick. Nem ismeri a valóságot. Ez egy világhódító terv. Hamarosan elkezdődik. Először Kína, aztán Amerika. Ó, nem. Várjon egy kicsit. Ha elkezdődik, mi mit fogunk tenni? Pislogunk. Nem. Bombázást terveznek, amivel elszigetelik magukat. Ezért kell ezeket kijutatni az országból. Kínába, a maga segítségével. Most, mielőtt elkészül a végleges terv. Hm. És mi van abban az esetben, ha ezzel a japánok csak ijeszgetni akarnak? Ha azt fogják mondani, hogy az egész csak ellenséges propaganda. Pedig ez mindig az. Nem kerülhet aláírásra. Ki kell találni valamit, mert Japán gyorsan erősödik. Maga biztos ebben? Biztos vagyok benne. Hm. És vajon hogyan lehetne megállítani? Ez a dolgom. El tudok képzelni könnyebb pénzkeresést? Nem nekem. És jól fizet? Igen. Szabad Kínával. Ezért voltam olyan óvatos, mielőtt elmondtam. Tudnom kellett, hogyan érez. Most már tudja. Nick. Bárcsak 2 évvel korábban találkoztunk volna. Nem tudom miért, de rettentően félek, hogy életveszélyes dolgokba keverem bele, és hogy nem tudom megakadályozni. Sose bocsátanám meg magamnak a valami bajásra. Igen. Egy pillanat rá. Én még él? Igen, Nick. Nagyon is. Annyira, hogy szinte el se hiszem. Nem örülsz, hogy ilyen korán hívtalak. Azt terveztem, hogy később látogatlak meg, de komoly gondok vonják el a figyelmemet. Aggódom a munkád miatt. Azt hittem, mostanra teljesíted a kötelességet. És a dokumentum, amit keresünk, már a kezedben lesz. Nagyon boldog leszek, ha ezt az ügyet elfelejthetjük. Úgy tűnik, a politika nem nekem való dolog. Néha nagyon nyugtalanít. Megértem, Iris. Megígérem, számodra nem lesz több politika. Több intrika. Több kémkedés. Hálás vagyok érte. Én vagyok igazán hálás. Éppen ezért egy kis ajándékot is hoztam neked. És apróság. Remélem, tetszeni fog, ha kinyitod. Gondolom, örülsz a rubinoknak. Nem felejtettem el, hogy mennyire szereted. Ó, nem. Igazán nagyon kedves. Az asszony, aki teljesíti kötelességét, sokkal, de sokkal többet ér, mint a Rubin. Ez egy idézet? A keresztény Bibliából. Más is emlékeztethet valami hasonlóra. Az érmék. Pontosan. 30 érme. 30 darab ezüst pénz. Nem. Nem foglak megölni. Adok egy esélyt, hogy megmentsd az életed és az én becsületemet. Tadzsol tábornok fedezte fel, hogy elárultál. De tudok rajtad segíteni. Ha azt mondom neki, ez része volt a tervemnek, hogy kiderítsük ki az, aki alássa a kormányomat azzal, hogy együttműködik veled.
Nos, mi a neve? Figyelj jól. 2 órád van, hogy meghozd a döntésedet. Amennyiben 2 óra múlva nem adott ki az illető nevét, a sorsodat Tajó tábornok kezeire bízom. Nagyon óvatosan bánj az ítéleteddel, az életed függ tőle. Még valami? A szállodában leszek. Küldj oda valakit, vagy hívj telefon. Várom a hívásodat. Kapcsolja a Tokió Krónikot, kérem. Nem lehet. Csak Tanaka miniszterelnök úr hívása engedélyezett. Ennek a nőnek bűnhődnie kell. Az egyszerű halál nem megfelelő. Egy lassabb mód kell, ami sokkal fájdalmasabb. Igen, excellenciás úr. Tervemben alapelvként szerepel a hatalom és uralkodás. Tervem kivitelezése megbukott. Sajátos tobaságom miatt. Csak egy módon őrizhetem meg becsületem őfelsége előtt. Ön Kadzsuka őrnagy, és ön Tojo tábornok, esküdjenek meg, kérem, hogy nem árulnak el engem. Kérem, esküdjenek. Fogadom a felkelő napra, hogy mindvégig hűen kitartok a hódító terv győzelme és a világ feletti uralom mellett. Esküszöm ugyanerre. Amerikát leigázzuk, sosem kell fel újra. Akkor kerüljek az égbe. A béke, japán béke lesz az egész világon. Amit elhatároztunk, azt véghez visszük. Meg kell tennünk. Mindent előkészítettek? Igen, excellenciás úr. Thank you.
Megvizsgáltam a múltban végzett szolgálatait. Úgy vélem, nem voltak érdem nélkül valók. Köszönöm, Tojo tábornok. Én mindig a japánok barátja voltam. Japán nem feledkezik meg a barátairól. Van egy módja, hogy igazán megalapozza a jövőjét. Egy exkluzív sztori egy valódi nagy emberről. Fél órán belül ott leszek, tábornok úr. Valami nem stimmel. Egész reggel próbálom elérni. Járt nála valaki este? Igen. Báró Tanaka. Tanaka Báró. És most biztos, hogy nincs itt? Nem látta? Rajta, nyissa már ki! Arra gondolsz, Nick, hogy valami különlegességre bukkansz? Ha azt hiszed, Tanakát megállíthatom egy gyilkosságban, akkor tévedsz. Miss Hiri! Kapták el. Sikerült megszöknie. A csomagokért jöttek. Jó napot! Erre tessék! Négy csomag. Megszámolni. Köszönöm, megbízom magukban. Sajnálom, kell számol. Jó. Egy, kettő, három, négy. Aribatora part, gyalog, Iris. Mehet. Na, akkor induljunk. Ígyunk még egyet. A tetlinik. Nyugi, nyugi, nyugi. Valahol szorult helyzetben lehet. Te meg kapcsolatba lépsz vele. 3 óra múlva indul a hajó. Nem lenne túl jó, ha együtt látnának vele. Könyörgöm. Nick, ne menj! Megnézem, ki az? Ne, ne, majd én. Johnny Club, a követségről. Örülök, hogy itt találnak, Nick. Ezt meg hogy érted? A japánoknak fáj a foguk rá. Megmondtam. Mi a helyzet? Valahol van egy barátod, Nick. 20 perccel ezelőtt kaptunk egy telefonhívást. Ki volt az? Névtelen. Azt mondta, le akarnak tartóztatni. Már megtervezték, hogyan kapjanak el. Egy kínai ügynök az autójába csalna. Igazi amerikai megoldás. Úgyhogy most felrakunk a hajóra és a kapitányra bízunk. Nagyszerű, ott diplomáciai védettséged van. Ez így van, Nick. Ha el akarnak kapni, az bizony hosszú idő. A törvényes procedúra hetekbe is telhet. Viszlát, Nick. Jó utat. Vigyázz magadra. Kösz, Johnny. A követségen egy óra múlva. Hé, Nick! Óriási kockázatot vállal. Thank you.
Mr. Nick! Jöjjön velem! Merre megyünk? Arra jobbra. Egy egész ét, egy világ nekem. Nem tudtalak előbb értesíteni. Valami életjelt adhattam. Nem bíztam bennük. Egy órával ezelőtt meggyőztem magam. Most megmutattam, hogy érdemes volt. Gyere velem. Mr. Candon, azt hiszem kevés az idő, hogy magyarázkodásra fecséreljük. Egyetért? Igen. Miss Hiri és én úgy gondoltuk, a leghatásosabb mód a túlélésre, ha ön előtt most aláírom a dokumentumot. Természetesen, mikor ez nyilvánosságra kerül, nem maradhat megjegyzés nélkül. Az aláírásomat a kormány, beleértve az uralkodót is, hamisnak nevezi. Az ön szavát, felség, senki nem vonja kétségbe. De a publikálás és a megszólalási lehetőségem között igen rövid lesz az idő. Ugyanis itt, Japánban, a fiúkat gyorsan besorozzák. Mr. Candon, nem az ön országáért teszek részt ebben, hanem a sajátomért. A saját szememmel látni szeretném, ahogy Japán győzedelmeskedik a militarizmuson. Hölgyem, nagyon bánná, ha megcsókolnám. Nem hiszem, hogy tovább tudnék élni, ha kimaradnék ebből. És most tűnjünk el innen. El van intézve. Egy halászhajó jön értünk, és elvisz egy másik öbölbe. Értünk? Velem jössz, Nick. A terv az, hogy együtt maradunk, ha megszereztelek. Aha. De már megszervezték a követségen, hogy elküldenek diplomáciai csomagként. A követség nem állítja meg a golyót vagy a bombát az autódban. Akkor mi legyen?
Maradj velünk itt. Velem. Veled? Megérek ennyit? Édes. Miért nem ezzel kezdted? Ezt neked kell vinned, drága. Én feltartóztatom őket. Nick, megölnek! Szállj! Nick! Meg fognak ölni! Nem hagyj, hogy egyedül leszel! Nem tudok nélküled élni! Kérlek, hagyd abba! Meg fognak ölni! Hagyd abba, kérlek! De! Hagyd abba! Ez a mi dolgunk. Helyettünk senki sem fogja megcsinálni. Az enyém vagy. Tedd, amit tenned kell. Én már öreg róka vagyok. Hidd el, ahogy te, én is meg tudom tenni. Jól van, Nick. A tiéd vagyok. Jó lesz, ha siettek. Mindjárt betörik az ajtót. Hagytunk a küzdősporttal, Osma? Na, persze. Már régen feladtad. Oli Millert is lelőtted. Pedig ez a fehérek sportja, nem? Igen, az. Megértelek. Puszta kézzel csak hátulról nem kockázatos, igaz? Nagyon okos, Mr. Kandon. De valamiben nagyon téved. Tudok kézzel is ölni, ha kell. Amúgy japán módra. Meg is mutatom. Thank you.
Ellenőrizzed. Kandon megszökött a kikötőből. Akkor mindjárt itt lesz. Kérem, vigyen az amerikai követség. Rendben van. Tudja, hogy merre van? Igen, tudom. Thank you.
Mr. Kandon. De amint látja, a japánok ravaszak. Csak mosolyogj, majom. Csak mosolyogj. Félre az útból! Szervusz, fajtás. Azt ígértem, egy óra múlva itt leszek. Sajnálom, egy kicsit késtem. Holnapra majd kiderül, hogy ez volt élete legnagyobb tévedése. De Kandon japán ellensége. Be kellene... Végtelenül sajnáljuk mindazt, ami történt. Mr. Kandon japán ellensége lett. De a japán emberek nagyon jók, és nagy lelkűek. Elfelejtjük Kandon ellenséges tetteit. Ha ön is elfelejti ezt a kis incidenst. Mi a gond, Yomata úr? Félünk a felelősségre vonástól? Nem, csak azt gondoltam, ez mindkét fél számára kielégítő lenne. Az Egyesült Államok kormánya nem megy bele ilyen alkukba. Kandon-san. Kandon-san. Ugye megbocsát? Az ellenségeinek. Én megbocsátok. Persze. Megbocsát nekik. De előbb leszámol velük.